Nagy szeretettel köszöntelek benneteket az Elden Ring negyedik epizódjában. A 250? Mégiscsak a 250-es előrejelzés? Jó, hát akkor legyen úgy. Hát nagyon bíztok bennem. Bár mondjuk, amilyen jól ment, ahhoz képest szerintem lehet is. Egyszer imádom ezt a játékot. De tényleg, egyszer imádom. Melyik játék volt, amiben ilyen szinten beleszerettem? A legutóbb? Melyik volt az? Most hirtelen nincs is meg. Melyik volt az, amit ennyire imádtam? Na nézzük, azt mondja, hogy itt vagyunk jelenleg, és el kéne menni jobbra. Ott azt lehet, hogy meg kéne nézni azt a mapot, nem? Az, figyelj, Aquila, ezt már bár mondtam nektek, de én ezzel pont így vagyok, hogy egyszerűen imádom ezt az egészet. Csak az volt a problémám, hogy nem tudtam vele játszani. Na, bár, lehet, hogy most sem tudok, ugye? Ja, hogy ez meg is deglett, ugye? Határozottan meg is deglett. Jobbra erős terület? Azt mondjátok, hogy ne arra menjünk? Ne az legyen a következő? Hát akkor merre? Akkor északnak? Északnak induljunk el? De hát ott vár minket az a gigász állat, az a... Hogy hívják? Van valami neve. Aha. Akkor menjünk északnak a vár felé? Uh-huh. Jó, mehetünk arra. Nekem igazából mindegy. Az északi irányba ott vár minket egy gigászi boss, ugye a bevezetőjé, de most már tudunk amúgy megidézni haverokat is, tehát nem probléma. Konkrétan határozottan jól megy a dolog. Na várjál, haló! Mit csinálsz te ott? Mit csinálsz te ott? Csokolom? Mit csinálsz? Nem lövöldözöl, nem csinálod itt a fesztivált. Pusztulsz és halsz! Jó, azzal a föntivel meg ott most nem foglalkozunk, mert nem éri meg. Most kombatba vagyunk? Feltehetőleg igen. Na de mindegy, ez most nem is lényeges. Mindig csak éjszaknak. Hú, a farkasok. Az mi az ott? Ez egy komplett falka, basszus. Hát döglődjön! Ma uglit nem hoztátok? Hát ne kelljen már rád lokkolni, ne csináld velem. Úgy. Mindig csak éjszaknak azt... Na már megint nézd meg, itt kajabálnak. Honnan ugrik a fáról a farkas? Hát jó lenne legalább egyet eltalálni. Na, úgy. Az a kövi, igen. Vagy megölöd, ha tudod, ha nem, akkor kolbászolsz és fejlődsz, és utána ölöd meg. Uh-huh. Hát csak menni fog, nem? Most ez miért szállt le? Gyerekek. Haló. Itt ilyenkor mi van? Júj. Ajaj.
Na-na. Gyerekek, ez nem jó ez így. Te mit csinálsz te? Haló. Hát azért ne hagyd már. Hammer talizmán. Na ez mire jó? Girosz, tényleg? Na várjál. Várjál, akkor én ezt most jól megnézem. DC-re beraktál valami ilyesmit. Na mert hova? Vagy DC-re a chatbe. Ha? Jézus Mária, most látom, hogy Genzo mit csinált. Már megint. Köszönöm szépen nagyon a képet. Cuki. Az mi az ott, hogy... Jő. Uha. Na jó, majd ezt mondjátok. Mi ez a Hammer talizmán? Ugye ezzel mit lehet csinálni? Ezt nézzük már meg. Hammer talizmán, az hol kell megnyitni, vagy hol nézem? Na, valószínűleg nem itt, ugye? Hammer talizmán. Láttatok ti ilyet itt? Hammer talizmán. Van itt ilyen? Ezek itt nyersanyagok. Biztos itt lesz. Hát nem itt lesz. Akkor nem is itt. Akkor itt. Ez a, nem ez az. Hammer talizmán. Na itt lesz valahol, nem mi ez? Wow! Ez lehet, hogy nem is hülyeség. Na most ezek közül ezek, hogy melyiket lehet use-olni? Meg hogyan? Igazából ezt szeretném bepattintani. Tehát ezt hogy lehetne berakni? Ez hol kell? Equipmentnél? Talán. Biztos nem itt, nem? Hol lehet a talizmánokat berakni? A talizmánok között, köszönöm szépen. Hol? Ja, hogy 4 nyakláncod lehet fent összesen, de hol rakom be? Hol rakom be? Azt mondjátok meg, nekem ez még nem sikerül. A páncél alatti sor? Oh, well. Basszus, tényleg, de jó. Szerintem akkor így. Figyelj, az itt van nálam, van egy interaktív térkép, és akkor ott tudom nézni a dolgokat, de egyelőre én most be akarok oda menni, hova akarok bemenni. Lehet, hogy ide bemegyek. Itt mi van amúgy? Kompetitív multiplayer. Hát most azonnal felejtsél el. Nem, hogy ezek az újak, hogy ez, mi ez a retteretes perverzitás, hogy folyamatosan ilyen újakkal operál a játék, hogy csak azt engedik át a kapun, akinek van valami újja, meg ilyen újja van, meg olyan újja van. Hát ez valami retteretes fét is a fromosoktól. Tehát nem nagyon tudom hova tenni a dolgot. Na, hol van az a nagy kastély, ahova be kéne menni? Valahol erre, ugye? Jó. Akkor itt most jelölök egyet, szerintem. Én oda bemegyek. Nézd, figyelj, az nekem is itt pihen, amúgy a bal monitoron, hogy hol vannak a bosszok. Ne aggódj. Na most itt lesz egy borzalmasan kemény boss. Két kézzel fogom, két kézzel.
Csak egyet lehet? Tehát a farkasokat, hogyha őt mondjuk megidézem, akkor már a farkasokat nem lehet? Hadd kérdezzem meg. Ha őt megidézem, a farkasok akkor már nem jöhetnek? Hm? Az jó, jó van, Girosz, de arra válaszoljatok, hogy ha őt megidézem, akkor a farkasok jöhetnek? De betudom? Jó. Akkor megidézem. Megidézlek. Ez szarul sikerült, kis. Elsőre. Gyerekek, ilyen nincsen. Ha! Jóhaj! Hát, na. Ha mit kell ilyenkor mondani? Fegyvert fejlesztettem-e? Hát egyszer. Egyszer fejlesztettem, mert nagyon szimpatikus ez a kard. Imádom ezt a játékot. Ez rohadt jó. Mi a szarért nem rágtátok a fülemet, hogy játsszak ezzel, mert annyira jó. Hát miért nem? Miért nem? De most figyelj, szóval érted, ezt nézd meg, ezt így nézd meg, és ámulj, és bámulj, és legyél lúdbőrös. Mivel játszom már megint? Mi benne a jó Chiggles? Figyelj, az a rohadt jó benne, amikor van egy-egy nehezebb enemy, és tombol benned, érted, az adrenalin, hogy le tudod legyőzni, és rengetegszer nekifutsz, vagy sokszor nekifutsz, és akkor egyszer végre sikerül, és a mennyben vagy. Ez az egyik. A másik, meg ha megnézed, akkor az egész art style, ez a rendkívül beteg és dark jelleg, amit én egyszerűen imádok, és ha emlékeztek még az American Maggie's Alice-re és az Alice Madness Returns-re, az is egy kimondottan dark játék volt, és baromira bejött. Egyik nagyon nagy kedvencem. Jó, most a kettő azért nyilván nem ugyanolyan, tehát azért az egészen biztos, de ezt a dark fantasy style-t, ezt én nagyon-nagyon élem, és baromira tetszik. Na most ezt nyilván nem tudjuk itt kinyitni, ugye? Nyilván nem. Úgyhogy én ezt rohadtul szeretem. Rohadtul szeretem, Chiggles. Hát te ki vagy? Az vagyok, bizony, szevasz. Mire beírod, Girosz, addigra már nyomod. De az még csak hagyján, Iron Beagle, elsőre.
That's the spirit. Mhm. Ajaj, lehet, hogy nem jó. Lehet, hogy nem jól döntöttünk most. Vagy hát végül se a rettetesen rossz döntés nincsen. Remélem, hogy jó felé megyek. Hoppá! Micsoda, nem lehet izé pacizni? Hát mi folyik itt? Mi folyik itt? Jajajajajajajaj, mi vagy? Mi vagy te, haló? Ma bocsánat, de hogy én erre itt nem voltam felkészülve, hogy hátba csapnak így... Csak úgy a semmiből. Most fognak jönni a halál sasai? A sasok. A sasok. Ne dudáj! Ne dudáj! Kicsit megkésett az a támadás, de hát oda se neki. Hát hiába dudál. Milyen hangon dudált már ez? Hát ki az, aki ilyen hangon dudál? Hát... Milyen méltatlan. Bárkihez is. Ez a tónus, ez a dudaszó. Ja, hogy ti éltek? Hát egészen idáig, ugyebár. Hú, ott laknak. Nagy bárgya van a gyereknek. Nagyon nagy bárgya van neki, majd mindjárt meg kell fingatni. Bocsánat. Hát eddig volt nagy bárgya. A nagy bárdos. Hát mindjárt itt lakberendezek, figyelj. Most nem azért mondom nektek, én akárhányszor ilyen hordókat törtem össze, én soha nem találtam benne semmi értelmeset. Who close? Középkori zenészeknek? Hát figyelj, meg hát azért, na, azért volt pár rettenetesen furcsa népi hangszer, de ott van mondjuk a köcsögduda. Tehát hogy kinek jutott eszébe, hogy egy köcsögbe belerakjanak egy ilyen pálcát, és akkor azt egy ilyen bőrhez hozzá erősítve egy húzogassák. Jaj! Hogy a gyász? A gyász kapjon el tégedet. Hát ez mi volt? Hát ezek dobálnak. Csúnya módon. Az anyádat dobálsz, ne dobáljál. Fú. Fú, de haragszom. Fú, de haragszom rátok. Jaj, be. Hát ezek a hordók, ezek itt mind robbannak? Vagy ezzel mi van? Mert annyit tudnak, hogy dobálnak. Más nem tudnak. Micsoda? A nyenyere? Az a fésűs nyenyere. Az egy másik hangszer, az egy másik népi hangszer. Csodálatos típus amúgy. Én nagyon szeretem amúgy. Várjátok, ott van annál valami. Golden Room. Az jó. Az jó cucc. Felhangosítom a furuját a köcsönként. Mi van? Na most én ide feljöttem, ami igazán szép és megható, csak hogy hol vannak a gonoszok? Vagy vannak még itt? Vagy lakoznak itt ilyen retteltes jószágok? Én ide bemegyek. Mi van itt? Júj, sötét van. Júj!
Ajaj. Bazd meg! Hát most ez mi ez? Haló, 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 haló! Hát... A fekete lovag mindig győz, ugye ezt megtanultuk már a játékból. Ezzel szerintem el fogunk tudni bánni mindenféle probléma nélkül, csak... hát ugye... Már dudál, nézd meg a rohadék! Ne fújd a dudádat! Ne fújd a dudádat! Ne fújd a dudádat, mert meg lesz fújva a dudád. Na most oda szerintetek nem érdemes bemenni? Mert azért kérdezem, mert azért lecsaptunk Libi HP-tról a viszonylag könnyedén. Na most már tanulok, nem úgy van az. Hát azt nem tudom, hogy ő volt-e pont. Meg hogy ki volt valójában, de egy ilyen ronda, rossz életű fekete lovagra hasonlított, aki mindenáron meg akart engem gyilkolászni. De hát, ha nem vigyázunk, még sikerül is neki. Itt van bent a... Azaz. Hát ott van bent a dolgom. Az a baj. Hát de ugye a fekete lovagnak is, hogyha leharapják tőből mindkét lábát, ugyebár, akkor ugye nem biztos, hogy megtörténik a siker, amire ő ugye razírozik. Márpedig én fogtam magam és leharaptam tőből mindkét lábát, oda mentem, aztán haraptam. Kész. Én nem kérdezek ilyenkor. Oda megyek, megcsócsálom. Oda megyek, megcsócsálom. Így van, a raw power. Amúgy tényleg. Tényleg ilyen ez a karakter. Oda megy, ezt öl. Mint a Fifi. Egyből torokra megy. Na most én ide bejöttem, más már nincs itt. Ugye van valami talizmán jellegű, amit itt sikerült a magamévá tennem. Mi volt az? Curse for... Maradjon csak ez. Maradjon csak ez. Jó lesz ez. Most én ide bejöttem. Én itt bent voltam, és sikerrel távoztam. Ellenben halványilag őzöm nincs, hogy hova menjek tovább. Tehát, hogy adott esetben ott lent az a... A kurva eget. Jaj, bocsánat, elnézést kívánok. Tehát abban az esetben, ha... oda lenti ajtóhoz bekúszok, mint a drámai feszültség, és azt mondom, hogy na most akkor kettes ajtó nyílj ki, és a Rózsa Gyuri bácsi megmegy a gyönyörűségtől, akkor az úgy végül is jó lehet. Mert ide mondjuk lehet, hogy be tudok menni. Lehet, hogy be tudtam. Be is mentem. Ja, ez volt az a rászti key, amit... amit megszerezhettünk, oké. Okay. És akkor így följebb tudunk menni. Mi vár minket amúgy itt a kastélyba? Valami retteretes gigász állat, ugye? De én már nem félek semmitől. Most már megszűnt a félelmem. Szeretném jelezni, hogy teljes mértékben felsikerült dolgozni a posztraumás stressz szindrómámat, amit a Sekiro okozott.
ezzel a játékkal. És hogy a terápia az teljes mértékben sikeres volt, és elérte célját. Csak mondom. Fire Grease. Na, ez például nagyon jó tud lenni, amikor úgy érezzük, hogy egy kicsi elveszett a karakter. Na most, ha én oda átmegyek, biztos akkor megkaparinthatom azt a valamit, ugye? Júj, de hülye vagy, Péter, vagy rossz gombot nyomsz. Te gyász. Figyelj, hogy mentem én oda fel? Hogy itt volt bent a fekete lovag, ott volt lent a létra. Igen. Ellenségek lesznek? Ó, na ne beszél. Mi? Legalább erősek? Hát jöjjenek. Jó lenne már egy grész amúgy attól függetlenül, nem haragudnék miatta. Azt az itemet meg csak fölvenném ott. Azt oda meg hogyan? Hát Józsi, hát most figyelj már, oda hogy ugrok át? Hát nem is lehet. De nem lehet, hát ez túl messze van. Mondtátok, hogy nagyobbat ugrik a karakter amennyiben, de hát ahogy látom, mégsem. Vagy oda hogy ugrunk át, vagy onnan? Onnan elérhető lehet? Várjátok csak. Tehát itt mind látható az, akinek nem sikerült. Fentről. Tehát akkor nem innen, hanem fentről lehet majd odaugrani. De hogy megyek én még feljebb? Ja, arra van egy lépcső. Fentről kell odaesni? Na nem mondjátok. Jézus ereje, mekkora ez a kastély? Hát kérem alássa, hát egy ilyen őrület, nagy, gigászi épület. Na nézd meg, ott van. Nem látsz meg, mert googolok. Nem látsz meg, mert googolok. Mondom, hogy nem látsz meg. Ha googolok, nem látsz meg. Most diszkréten mögé lopódzok. Finoman. Nagyon finoman. Oda megyek. Hát oda mentem, basszus. Ajaj. Hát ez csúnya, nagy alabárdos, ezért rettenetes ember ez. Most azt nem mondjátok, hogy megint oda a francba... Búbem. Azt a bitang. Ne tülköljél! Jaj! Hát tülköl, nézd meg. A mocsokláda. Hát tülköl. Golden Rúna, megint. De jó. Váratlanul ért a várméretet. Nem. Hát láttam én kívülről, hogy mekkora. Hát már akkor is ilyen orbitális nagynak tűnt. Így elsőre is. Most már nyitva van az ajtó, ugye? Na, az remek volt, köszönöm szépen. Ne dobálj! Hát nézzenek oda. Hát. Ja, most nem megyek fel még egyszer, kicsit rövidítünk.
Igen, igen, Csigusz, pontosan. Futás a szóló kér célirányosan. Hát végül is. Haha! Hát nyugi, azért nem fogok ám meghalni, tehát a az ilyen kicsikkel szemben. De hát úgyis itt volt amúgy a szó, nem volt ez olyan retteltesen messze, bár mondjuk egy grész azért nem esne olyan rosszul. Igen, de most ügyesen fogok eljárni. Az apád füle! Hát... Na jó, oké. Akkor viszont itt teljesen más stratégiát választunk. Hát ez tud. Ez tud, basszus. Hát ez nehezebb volt, mint az előbbi boss. Ne dudálj! Nem dudálsz. Ahogy mondta kapa, anyád temetésén dudálj. Jaj, bocsánat. Mondjuk attól függetlenül gyönyörű szépen lehet farmolni a skill pontokat. De hát azért ezekért nem kapunk olyan retteltesen sokat, tehát nem lényeg. Miért fussak el? Hát dehogy futok el. Hát mi? A sorsom elől nem futhatok el. A sorsom elől nem futok. És mikor lesz amúgy izé? Mikor lesz amúgy grész? Nem ártana most már azért egy. Főleg itt a lovag előtt lenne egy igazán jó. Jó, most megfogadom, oda megyek, ezért beviszem neki az első gyógyütést, akkor utána esküszöm, hogy hátra fogok dodzsolni. Most gyere, mutasd meg magadat. Ja, hogy itt nem tudom behívni a haverokat, mi? Na, öcsém, jó van. Igazából, hogy mondjam, így kellett volna elsőre csinálni. Benish Night Helm. Na, várjatok, ezt viszont megnézzük. Ezt viszont megnézzük, hogy ez... Júj, hát na azért ez egy minőségi csere, bárhogy is nézem, ez egy minőségi csere. Nem fogunk ezen gondolkozni többet, ez egy minőségi csere. Jó, most már viszont legalább tudjuk, hogy ezekkel a Benish Knight-okkal nem jó csak úgy simán emberkedni, hanem itt azért kell figyelni is. Kililéz! Szevasz! És üdvözlünk nagy szeretettel. Pont a lovag után van a sárd.
Hol látsz te egy shardot? Hol a shard? Én nem látok itt shardot. Nincs is itt. De ott a shard. Na most azonnal. Látjátok, ez is milyen rohadt hangulatos ez az egész. Kililész, csak te milyen Souls-like rajongó vagy. A legjobb csatornára jöttél, ha igen. Most a többiek fennhangon röhögnek valószínűleg otthon, de... Na mindegy. Attól függetlenül tényleg, én büszke vagyok magamra amúgy ezzel kapcsolatban most. Uha. De csak át kéne menni, vagy följebb kéne menni, vagy mi van ott? Hogy megyek át oda? Mert ott elvileg... Jaj! Istenem, de hülye voltam, hogy átjöttem ide. Miért jöttem én át ide? Figyeld meg, nem fog tudni vissza fog tudni. Oké. Szevasz, jó magadon, haligali. Kelebes napot. Hello. I did it. Jó, volt bizonyos embereknek problémája ezzel a része. Na most a kérdés már csak az, hogy följebb vezet az út, vagy elértünk most ide, és ide kellett elérnünk. Jaj! Na basz! Azt mi volt? De ne, csámpázzál már itt! Hülye madár. Hát... Na. Erre kell menni? Azt mondjátok? Te gyász. Ez az a baj, hogy ezek ilyen robbanó hordók. Nem? De. Júj. Hát itt van! Rá kéne lokkolni, mi? Rád lokkolok, véged van. Mint a botnak. Hát ez csúnya madár volt. Csúnya. Lehet, hogy ezt nem kellett volna. Hes, légy, ne szállj rám. Beteg vagyok én. Úgy földobta a hangulatomat, hogy izé nyertünk ezen a versenyen. Jó volt. Jó volt. Élveztem. Izgalmas is volt. Az elején azt gondoltátok, mi valljátok be. Valljátok be, hogy azt gondoltátok, hogy el fogunk vérezni, mi? Tuti, hogy ezt gondoltátok. Biztos, hogy ez volt. Ez volt bennetek. De aztán. De aztán bemelegett. Na most itt ilyen nagyon furcsa irányba vezet amúgy az út. Ez itt ilyen? Többiek lehozták? Hát Kirosz, azért nem azért mondom, nem kellett nekem szerintem szégyenkezni a frag mennyiségem miatt. Ha ilyen hármakat lőttem volna, érted a meccsen, akkor azt mondom, jó van, akkor elbújok, de még csak erről se volt szó. Most mi a harci helyzet? Ja, hogy azok ott mennek, mi? És ott a létra. Most a kérdés az, hogy mikor menjünk le, hogy azok így merre mennek, meg miért mennek. De ketten vannak, ami megint csak nem jó. És az viszont egy, nem az, a másik, az egy ilyen csúnya típus. Oh-oh. Hát
Hát ez lehet, hogy nem volt a legjobb időzítés. Hát rohadtul, nem? Nagyon nem volt a legjobb időzítés, de attól függetlenül a pengék az halálos! Fellépésük hatásos? Na most... Lesz-e itt Grace valahol, és az ott az mi az, és kicsoda, és kivédi, meg miért védi? Jó... De biztos be lehet ugrani, nem? Onnan fentről. Jó sok arany rúna, az a jó, az a szép. Fogalmam nincsen ám amúgy, hogy merre kell menni, tehát... Az ott az mi? Az ki? Ez valaki vagy? Ja, egy ilyen bárdos izé genyó, mi? Innen messze van. Mi? A Grace. A következő. Mert nekem fogalmam nincsen. Tehát egyelőre még én ezt nem tudom megmondani magának. De majd oda lopózok mögé. Na! Most baj van. Oké. Okay. Olyan rettenetesen nagy baj még sincsen, csak bár igazán kellene nekem egy Grace. Mimix Veil? Az amúgy micsoda? Ez mi ez? Hát nekem ez szerintem nem fog kelleni. Oly nagyon. Remélem, hogy van valami jó armorja. Uaj, de jó! De jó! Hát... A sisak is nagyon jó volt. A sisak is nagyon jó volt. Ez is biztos állat jó. Istenem, végre egy jó páncél. Hol van? De nézd már, milyen állat! És milyen hosszú a hajam, nézd meg! Hirtelen megnövesztette. Sárkány van a fejemen, a sisakon. Hát kell lennél több? De most komolyan, hát kell lennél több? Nem kell több. Hol egy Grace? Azonnal. Nehéz vagyok. De miért vagyok nehéz? Mennyit kellene fejlesztenem amúgy a izém? Hogy is mondjam? Min kell fejleszteni? Dexterity-n? Vagy a Strength and Endurance-on? Vagy melyiken? De ott azt írja, hogy 64/46. Tehát az nem lehet, hogy az még belefér? Azt értem így, Wolfwood, az rendben van, az oké, okay, de ez így nem problémás, vagy ez így problémás? Mert érted, hát 46 a 64-ből, az úgy belefér, nem? Vagy nem? Strength-re kell még izé húzni? Tényleg az Endurance-ra kell, igen, az Endurance-ra. Jogos, az lesz az, igen, az Endurance. Legalábbis talán én arra tippeltem, de így megerősítést nyert a dolog. Az ki az? De észrevett. Na
Na most itt a kérdés, hogy hol van a következő Grace? Te ki vagy? Ó, Margit. Basszus, de hát az meg erős ottám valószínűleg. Rohadtul kellene. Nehezen bukfenc ezek. Tényleg basszus. Aha. Ja, hát ez lehet, hogy nem lesz a legjobb. Ez lehet, hogy tényleg nem lesz a legjobb. Hát, és meddig kellene fölfejleszteni, hogy ez jó legyen? Srácok, merre menjünk, hogy arra kell menni, vagy visszafele valamerre? Ezt nem tudom sajnos. Lehet, hogy kell egy Grace most. Nagy csatamezőhöz kellene érnem. Hú, az lehet, hogy az lesz. És azok ott lődöznek. Nincs itt valahol egy Grace? Mert nagyon-nagyon messze volt. Hú, de sokan vannak ott. Erre kell menni, szerintetek? Hú, nagyon sokan vannak ezek. Ezután van a Grace. De alig van HP-m, haló. Tehát ott arra, ott a boltív felé van a Grace? Biztos? Fel balra? Ott, oda föl abba az épületbe, ami ott látszik? Mert akkor lehet, hogy hogy átfutok rajta, és kidodzsolom. Hát futni kéne. Mert most itt aztán majd visszajövök, és lehentelem én nektek, nem arról van szó, csak most elfogytak a potik. Vagy... hát, most akkor kifutok, és balra, ott a létrán fölmegyek? Hát ez hülyeség, nem? Nincs is... Ja, ott van csak létre, az nem jó. Szembe a falig és balra. Aha. A falig. Hát próbáljuk meg. Oda? Nem? Bazd meg, ne! Ez lehet, hogy a páncél... Lehet, hogy ez a páncél miatt meg kell... Jaj, te gyász! Te gyász! Megvan. Jó, figyeljetek itt ezt a páncélt, ezt lehet, hogy ezt még hanyagoljuk. Ezt még hanyagoljuk, mert rettenetesen nehéz vagyok benne. Vagy, várjál, sisakot cseréljük le. Medlód. A medlód az még belefér szerintetek? A medlód. Csabesz, moderált már magad, légy oly kedves. Itt általában nem ilyen purutya módon szoktak beköszönni az emberek, úgyhogy léci. De tudjátok mit? Inkább hello. Na, szóval... az útvonal az bár adott, az így igaz. A medlód még okés, azt mondjátok. Hoppácska. Haló! Hát csókolom. Ez így csókolom. Merre volt az arra? Erre? Yeah!
most itt kéne lemászni. Ez egy fantasztikus próbálkozás. Jaj, édes Isten, bocsánat a kiváló hangeffekt miatt. Én lehet, hogy nem is erre mentem az előbb. Ez kicsoda? Te ki vagy? Ah, nice to meet you. Hát én is nagyon örülök. Roger is the name. A sorcerer, as you might have guessed. I'm looking for a little something here in the castle. Egy varázsló, mint ahogy már ugye kitalálhattad. What are you doing here in Stormvale Castle? Nézd, aki nem néz a szemembe, nehezen tudok megbízni benne, úgyhogy ezt a baromi nagy sapkát, ezt vedd már le. Nagyon szép a zergetol benne, de hát azért, na. Of course, I understand. Why? Ja, ő volt az, akit Bargitnál hívtam. Na várjátok, ez itt egy olyan rész, ahol nem érhet engem baj, mert ott az ikon. Várjátok, mi van fent? Nem lehet felmenni. Miért nem lehet? Na mindegy, akkor viszont az ellenkező irányba kellene nekünk futni. Ujjaj. Mert ezeket már ugye megkentettem, az teljesen rendben van. De nem jó. Hát itt már csak nem fér be. Az űrgóly hókban? Úristen, az mi volt? Jézus ereje. Várját, itt voltam. Ezt a részt itt már ne feszegessük. Hát ha itt leugrok, akkor ott lesz a genya. Micsoda? Mi hányat kell beléd, izé? Golden Rune, az jó mondjuk. És akkor itt kellene vigyázni, hogy merre volt a... Ó! Oh. Merre volt a bácsi? De várj, ez fölfele visz, ez nem jó nekem. Hát nem is itt volt a valami. Hanem hova kell menni, hogy jó legyen? Abba az irányba talán. A fenéket, dehogy. Nem, várjatok. Igen. Itt vettem föl ezt a valamit. Ha jól tudom. És akkor mellette mentem el. Ja nem, erre volt az, ha minden jól megy, igen. Vedd már föl a grészt, csezd meg! Hát ez mi? Hát haló! Nem akarta fölvenni a grészt. Oké.
Oké. Na mocsokláda. Megérte itt emberkedni? Megérte? Na. Oké, most ugye újra termelődtek, ami nagyon szép, de nekünk ez még így nem elég. Ez még így határozottan nem elég. Itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy egész jó cuccokat lehet amúgy találni. Tehát itt lehet, hogy érdemes lenne itt szembeszállni mindenkivel, meg leaprítani az egész bagást úgy, ahogy van, nem? Most vacilálok ám amúgy közben folyamatosan, hogy ez a páncél, ez kell-e nekem, vagy inkább váltsak át a másikra. Nyilván nem tetszik az, hogy egy kicsikét lassabb a karakter, és lehet, hogy boss fight közben ezt irgalmatlan módon megszívjuk. Na, az anyádon. De cseszd meg! Hát hogy jöttél te ott föl ilyen gyorsan? Az a lift oda vezet, ahol megpróbáltunk feljönni, nem? Egyszer legalábbis. Ha minden igaz. Jó, kutyával már nincsen baj. Ott hol a genya? Ott van. Vele meg már abszolút nincsen baj. Jó, csak mert egy kicsit körbe akarok ám itt nézni, hogy mi itt a stájsz. Hogy van-e valami, amit esetleg érdemes felvenni, vagy hasonló. Ezeket itt... Tehát lehet itt találni valami extrát? De sokan vannak ezek itt. Ott van egy item, de hogy az mi lehet, azt nem tudom. De hát, ha dobnak érted valami jó cuccot. Nézzek? Azt mondjátok, nézzek körbe? Nézek. Az gyönyörű volt. Most már hiába dudálsz. Most már hiába dudálsz. Nézzek, az meg még ott lövöldözni akar. A pusztító. A makkos hogykai elpusztíthatatlan hős. Nézd meg, az meg szigorúan be van állva oda. Na mi van? Öcs huszárok, ha? Körülött a baj, mi? Körülött a baj? Mondtam, hogy visszajövök még ide. Ne aggódjatok egy percig se. Mindenki halálnak halálával kell, hogy halljon. Még te is. Exilehood. Az valószínűleg nem az én itemem lesz. Pike, ez se valószínűleg, de Golden Runt, azt nagyon szeretjük, az valami.
Na, mit csinálsz, Hülye vagy! Kilövöldöz itt amúgy. Ja, tudtam, hogy bent van az állásban, rohadék. Oké. Hány try volt, Margit? Mesétek el neki, nem én akarom elmondani, Zaki. Zakinak. Na, mennyi volt? Egy. Iszert örülök neki. Egyetlen egy try volt. Aztán meghalódott vala. Mennyi golden rune, basszus? Lehet, hogy azt csináljuk ám, hogy fejlesztünk egyet. Mit is beszéltünk? Mi kell ahhoz, hogy, hogy a heavy páncélban gyorsak legyünk? Endu? Endu vagy Dex? Melyik is volt? Na, ez mi ez? Prophecy painting. Én körbenézek. Én a fejlesztők helyében úgy elrejtettem volna ide valamit mögé, mint a húzat. Ide amúgy föl lehet menni? Nem mi? Endu. Aha. Akkor Endunk kellene, mert van egy csomó ilyen golden rune-om, azt beküldöm. Szerintem jöhet a következő skill pont. Legalábbis ez a gyanúm. Summoning other players. Wow! Mi tényleg? Ne vicceljetek már. Tényleg más playereket lehet megszummonolni, mint a Remnantba, hogy megvárod, amíg jön segítség, ha éppen elakadtál. De csomó minden van itt. Mennyi kell amúgy a következő szintig? Azt mondja, hogy kell nekünk... Tízezer négy... Hát végül is amennyi rúnát itt mi összeszedtünk. Az valljuk be, nem kevés. Hát kezdjük el betolni őket. Jó, mehet az összes. Jaj, bocsi. Majdnem siker. Nincs már több, ugye? Hát nem sok kellene hozzá. Nem sok kellene hozzá, viszont hogyha lesz itt még egy-két enemi... akkor még akár meg is lehet. Nézzük meg, 11 000 nem? Ó, megvagyunk, simán megvagyunk. Simán lazán. Na most itt kérdés az, hogy HP terén, tehát főleg abban az esetben, hogyha ennyi potionünk van, akkor inkább ne adjunk a strength-re. Most kérdezem én, mert nem olyan rossz szám az. Bár mondjuk lehet, hogy jobb lenne az Endura rakni. És akkor az a nagyobb páncél is akár jó lehetne. Volt ott egy ilyen emelvény, meg azzal szembe is volt egy emelvény? Ja, megnézzük. Ja, Endura rakjunk. Endura rakjunk, mert nekem rohadtul kell az a páncél.
Tehát ebből kell a fejes is, hogy jó legyen. Jó, megnézzük azt a részt is, bár most lehet, hogy hát igen, most itt újra termelődtek a rohadékok. Na ez most itt nem a legjobbám. Van ez a része meg már egy könnyebb hadművelet lesz. Hol volt az, ahova be akartam nézni? Ez volt az, ahova be akartam. Ja, meg ott fönt is, mi? Tényleg. Tényleg, jogos. Akkor ezt megnézzük még. Ó, bazd. Hát ezt most egy kicsit elkókányoltam amúgy. Igazából a lövöldöző genyákkal kéne valamit kezdeni, mert azok ugye szemetek. Nem baj, egy kis fejlődés sose rossz amúgy. Meg hát némi cucc, ugyebár. Mi, nincs elég flaska? Haló. Hát ez gyönyörűen hangzik. Nincs elég flask. Hát de miért? Csokolom. Na. Maradsz a seggeden, de villám gyorsan! Nem hiszem el. Nem nézték körül, és mindenki visz. Hát persze, ez ilyen. De hogy cseszhettem ezt most így el? Oj. Érted, egyszer végigmegyek már rajta, és akkor... Fölbátorodtam egy kicsikét. Túlzottan fölbátorodtam. Na, de nem baj. Föl kell szedni a mi a fenét, a szólókat. Mindenképpen. Ujjajajajaj! Mondjuk arra tökre kíváncsi vagyok, hogy hol van a szólom, pont ott előtte. Aha. Az mi volt? Azért mindenképpen, ugye? Tehát ha egy mód van rá, akkor azért mindenképpen szedjük már fel ugye a rúnákat, mert hát az egy fontos dolog. Ne húzd fel az ilyedet, fölösleges már! Na és akkor azt mondtátok, hogy itt van valami, amit érdemes lenne megnézni. Itt.
Meg is sasoljuk gyorsan. Kár lett volna ezt a 4000 runát elbukni, ez mégiscsak egy kb. A harmada annak, ami kell a következő szinthez. Fire arrow. Jaj! Jaj, bazd meg! Hello! Jézusom, ez honnan került ez ide? Ez kellett itt megnézni? Hát most már nincs itt más, ugye? Ami érdeklődése tarthatna számon. Vagy? Netán? Még azért azt is megnézzük ott? Valaki még ott ólálkodik. Mushroom, oké. Okay. Egy ugyanilyen emelvény a másik oldalt is. Hát nagyon remélem, hogy nem fog a nyakamba ugrani valaki, mint itt az előzőnél. Aha. Jaj, és akkor itt van valami. Hát egy fa, nagy pajzs. Hát ezzel ugye annyira nem. Nem tudok szimpatizálni, de hát ez van. Ez van. Megnéztünk mindent is. Jó, és most ha ezzel meg vagyunk, akkor ebbe az irányba egy kicsikét menjünk, nézegessünk körbe. Azt hittem, ezt a nagyot ez beadja. Anyád! De mi az anyádért nem dög lesz? Amúgy azt lehet tudni? Az a problém, hogy elfogyott a potion. Sasok irányába. Ebbe az irányba? Tehát amerre most vagyok? Szerinted? Erre az irányra gondolsz? Megnézhetjük. Uh-huh. Jó. Akkor megyünk a sasok irányába. Erre vannak a sasok. A döglődő sasok, kérem szépen. A rettenetes döglődő sasok. Akikben van valami. Warhawk Stallone. Na nézd már. Az mi az? Biztos, hogy szar, tehát egy... Hol volt ilyen egy Warhawk Stallone? Ez lesz az. Ez nem a mi fegyverünk, sajnos. Ez nem a mi fegyverünk. Ne váglak! Minden malacon! Hát... Na, úgy. Ne vágjuk a malacot. Golden Rune, nagyon jó. Ez egy jó hely amúgy így a fejlődésre, abszolút. Itt baromi sok a rúna, meg egy csomó Golden Seed, nagyon jó. Egy csomó dolog van, ami nagyon hasznos. Hát, hello!
Na. Hát akkor... Itt vagyok! Bazd meg, ez nem jó. Most már az ideje lenne meghalni, ember. Na, úgy. András. Oda néz. A csodálatos András. Köszönöm szépen nagyon. Hát nagyon köszi. A 12. hónapba lépett. András Magyarország. Egyéves. Egyéves a művész. Elvitathatatlan érdemek. Köszönöm szépen nagyon. Köszi, köszi. Egy éve itt van. De jó. Hú, mondjátok, hogy van itt egy grész. Mondjátok, hogy van itt egy grész. Én már félek ilyen hely... Félek ilyen helyekre bemenni. Na most az ám a nagybani helyzet, hogy 6000. 6000 mi a fenét. 6000 rúnát amúgy nem szívesen hagynék el. Bocs, ez meg! Na végre valahára. Ezeket olyan nagy szeretettel izé szoktam izé leütögetni, de hát igazából, hogy mondjam, semmit nem ér. Mert nem használom őket, amióta ez a kard van. Nem tudom, lehetne még itt öldökölni egy kicsikét, hogy... Hát ez visszavisz oda, az nem jó. Mert az a baj, hogy amilyen... Tehát itt biztos, hogy egy boss lesz, gondolom én, hogy előtte tuti fix, hogy izé, hogy míg legyőzöm, el fogom bukni itt a dolgokat. Na, mi később kellett volna dodzsolni. Jó, 7000-nél vagyunk, úgyhogy ebből még akár lehet valami szép is. Meg vannak még rúnáink is, mert azért egy-kettőt még itt szerváltunk azóta, úgyhogy én itt előtte még mielőtt bemegyek ide bosszolni, mindenképpen megpróbálnék beiktatni egy izét, egy fejlődést. Na most a Bloodhounds finesz, az konkrétan most azzal mi a helyzet? Az most nem... Az most ilyenkor nem ér, vagy ezzel mi a helyzet most? Nem mindig szoktam, hogy mondjam, befókuszolni, mert nem mindig szoktam. De addig nem megyek neki a bossnak, ameddig nem tudok legalább egyet fejlődni. Ja, lehet, hogy rámegyünk megint az óriásra. Az amúgy is egy ezret, vagy valami ilyesmit ad. Ajajajajaj, ez csúnya volt. Hogy rohadj meg! Uh-huh. Hát...
Nem ad olyan rettenet sokat. Hányszor kéne még megcsinálnunk ugyanezt? Azt mondja, hogy 8. Hát azért kétszer megcsináljuk. Kétszer megcsináljuk. Sőt, nem is kell kétszer, mert lehet, hogy elég lesz. Hát... Hát de kétszer, így kétszer kell megcsinálni. Mondjuk az nem probléma, gyorsan megvan. Mert nem akarok úgy bemenni, érted, a bosshoz, hogy hogy tele vagyok mi a fenével. Rúnával. Nem annyira jó buli. Szerintem megdöglött. Emberünk az meg nem akar mellette halni, érted? Oké. Okay. És akkor egyet kell belőle így leölni. De szerintem egész szépen csináljuk, úgyhogy ugyanezt a mozdulat sort és farva gyakorlatot előadva egy szintlépést megér nekünk ez a dolog. Arról nem is beszélve, hogy ne legyen már boss fight közben az a presszió, meg az idegeskedés, hogy mi lesz, hogyha elvesztjük a rúnákat, hát azért nem. Hát amúgy igazad van. Azt nem tudom, srácok, hogy most már hova HP potizzunk? Tehát, hogy 6 van belőle, érted? Azt mondjátok, hogy ez kelleni fog ennyi belőle? Tehát így is, hogy a great bossok megvannak így elsőre? Tehát, hogy az így biztos, hogy nem... Jó, hát ha van rá lehetőség, persze, nyilván. 2 van. Persze. Hát de várjál, hát most... De nincs ilyen. Nincsen már több. Szerintem elfogyasztottuk az összeset. 6 volt eddig is, nem? Idővel kelleni fog még belőle 14 a max amúgy. 14, hát ez rengeteg. Na várjatok, oké. Akkor most viszont szint lépünk egyet. Elég erősek vagyunk. Lehet, hogy az endút kellene amúgy. Azért gondolom, hogy most lehet, hogy egy picit rálunk az Endura, mert nagyon-nagyon bejön ez a... Hát, medlód még mindig. Hája, de végül is már nem olyan vészes a történet. Na mindegy, próbálkozzunk meg. Oh, hello! Hát, te ki vagy, mesé? Dragon, thou'rt a true born heir. Ez genya lesz. Ez látszik, hogy genya lesz. Deliver me unto greater heights. Well. Jaj, ez magába szopkodta a több... Júj!
ismernek, én téged láttalak már, azt a ronda pofádat. Csözd meg. Aha, ennyit ki kell várni? Mit csinál? Mit csinálsz te? Jézusom, levágta a saját kezét, hülye vagy te? Az még tüzet és sukát kabolyam, hogy a magamhoz gyűlök. Oké. Nem lehet keresztül doncsolni rajta, nem mi? Aha, kettes támadás, hármas támadás, jaj de jó pofa vagy. Csókolom anyát, tetszett. De nem látom, mert nincsen lokkolva, de hülye vagyok. Vannak bajok, vannak bajok! Irtózatosan nagyok a bajok. Godric. Most a Bloodhound finesse mi a helyzet? Hogy az nincsen? Vagy azzal mi van? Meg tudjuk ám ezt ölni, látszik kristálytisztán. Nem volt már olyan rettenetesen sok HP-ja. Azért, csak mondom. Csingiling, jövök! De ezt miért nem izé szopod be? Ezt miért csinálod ezt? Miért csinálod ezt velem? Nem jó így. Csak kéne egyet hápézni.
Hát ez most egy kicsit rosszabb, mint az előző. Ja, kettő durrantasz, te bocsok. Értelek. Na, ez még betalált vajon? Anyád? Ezt hogy védjem ki? Nem hat rá. Nem ad rá szuper képességem, ez így nem oké. Ezt miért nem lehet izé felfelé ütni? Ezt nem lehet? Ez túl súlyos hozzá? Vagy micsoda? Manába kerül, ha elfogy, nem tudod használni. Ja, hogy fölül a kék. Ja, hát az, ja jó, oké, akkor csak várni kell. Jó, akkor ezt azért írja ki, rendben van. Na most, amit még akartam kérdezni, hogy ezt miért nem tudom, jó, olvasok, oké, nincs manám, rendben van. Szóval, ezt miért nem lehet felütni, ahogy szoktam? Tehát, hogy miért nem működik az a képesség? Rendben. Jó, az első ütés után azonnal izé dodzsolunk visszafelé. Aha. Hát de miért volt olyan boss, már bocsánat, tehát amelyiket így felküldtük az égig. Volt olyan boss? Én emlékszem. Nagy boss is. Vagy nem? Fő boss nem volt? Tűztől fussak vissza bejárathoz? Aha. Ez a rebek volt. Na, jaj, de milyen jó volt eddig! Na, valami, ezt hogyan? Mondd már meg, hogy ezt hogy? Jó, ez kár volt ebbe beleugrani. Már jön a másik, azaz. Nagyon jó. Hát a chest bag. Meddig? De meddig dodzsoljak még? Te gyászhuszár. Igen, itt most én vagyok feldobálva. Oké. Jó, szépen kiismerjük, hogy mit hogyan csinál. Ez is valószínűleg egy hosszabb mutatvány lesz, de meg lesz. A farkasok igazából nem tudom, hogy itt az elején kellene-e, de...
egy csapásban majdnem, hogy halnak. Deszmir! Anyád! Ez kár... de kár volt! Már amikor neki indult, tudtam, hogy itt a baj. Mi? Négyet támad egyszerre? Ez a gyász. Jön a második. Úgy. Fussak az ajtó felé, mi? Hát nagyszerű. Ezt elcsesztem. Aha. Nem tudok az ajtó felé futni, hát megöl, bazd. Te mit csinálsz? Ó, hogy... Hát ez úgyis halál. Srácok, most nem azért. Tehát amikor tolja a lángot, akkor az ellen... Az ellen mi a bánatot csináljak? Hát a farkasokat szoktam behívni. A farkasokat szoktam behívni, az NPC... tűzokádásnál felé kell futni. Jó. Ussatok, bolondok! Nagyon nem jó, nagyon nem jó! De elcsesztem! Farkasok helyett hasznos lenne inkább a képesség. Mondjuk lehet. Lehetséges, mert olyan sokat nem sebeznek rajta, ugyebár.
Lehet, hogy megpróbálom anélkül. Nagy farkasok nélkül. Aha, nem lett egyből. Ja, hogy egyből küldi ezt a toppantósat. Agyádat. Ez csak ütés, üdvazd meg, hát nem jó. Hát ez így, lehet, hogy inkább a farkasok maradnak. Mm. Nem, maradjanak szerintem a farkasok, ez így nem jó. A képesség második fele is nagyot üt, hát csúszanás után erős ütés. Ne felit keresse meg vele. Hát most jót mondtál, jó? Én szívesen beszélek vele, de hogy ő amúgy hol van? Nefeli, akivel nem az a lényeg, Girosz, hanem hogy elterelik addig legalább a figyelmét a rohadéknak. Érted? Ameddig én itt kófickodok vele. De ezt miért kapom? Hát ott igazából nekem ez is jó, hogy ameddig élnek ezek a kicsik is farkasok, addig meg tudom érted megkenteni így. Ezt még van pofája ütni, érted? Most meg tudnám idézni megint a farkasokat, akkor lenyomnám. De ez... Ja, mögé kell menni ilyenkor, jogos? Oké. Okay. Nagyon rossz kor. Ne! A legjobb próbálkozás volt eddig. Oké. Okay. Jó, most viszont ez már megvan, hogy a tűznél hogyan kell, meg melyik irányba kell menni. Óriás utáni kis szoba. Itt erre felé? Erre gondolsz? Dark Muriel. Erre gondolsz esetleg?
Ah, köszi! De tényleg? Hol vagytok ti amúgy? Mert nem látom őket. Az a baj. Na itt. Itt esetleg. Itt bent? Vagy nem itt bent. Virág! Oh, hello. You were a fine warrior. Your only mistake was your choice of master. Well, who do we have here? Ő lenne az? Are you? Clearly not one of Godric's lot. I am Nefeli Lu, tarnished and warrior like Nefeli, you. Aha. I'm here by decree of my father. How utterly repellent this is. This grafting of Godric's ill befits a lord. He's tainted the very winds. Mm-hmm. És akkor most mit csinálják vele? Igen? Köszi. Na, figyelj, akkor ő tud segíteni valószínűleg. Mit tegyek vele? Márhogy... Hát mondjuk ez igaz. Apologies, but I've idled long enough. As fellow tarnished, we must each follow our own guidance. Down whatever road takes us to the throne of Elden Lord. Ennyi. Apologies, but as fellow down whatever. Jó, akkor meg vagyunk. Innentől kezdve már ott lesz a kis sárga bigyó, ugye? Hogy tudjuk idézni a csajt. Na most, hogyha ő is jön, akkor azért szerintem, hát azért le fogjuk tudni ezt tolni. Na most a kérdés az, és ez a legfontosabb kérdés, hogy... De nincs itt. Ja, de itt van. Itt van. Hogy egy... Tehát a csajt azt mindenképpen megidézzük most, mert azt arra itt van lehetőségünk. Viszont a kutyákat később kéne? A második fészben? Ezen gondolkozok. Jó, ezt próbáljuk meg egybe. Aztán meglátjuk majd. De hülye vagyok, nem ültem le. De mekkora nagy hülye vagyok, jaj Péter, édes Istenem. Az a hülye fejedet, azt... A hülye fejeden. Nagyon szép megmozdulás volt, jó van. Ugye, mert nem... nyomogattam, azt nem tudtam hílelni, mert ugye... Ugye. Na mindjárt. Első fészben több értelme van. Jó. Jó. Na most legalább megvan az összes izé potionünk. Ez így oké. Okay. Számolunk egyet. Aztán usgyi. Jöhetnek a farkasok. Aztán innentől kezdve nincs könyörület. Támadás! Szétmarcangoljuk, csesz meg! Remélem, hogy itt vannak még a farkasok ilyenkor. Jajaj, nem jó, felefutok! Ó, édes Istenem, atyám, gyerünk! Gyerünk, meg kell megkenteni!
a Scarbot. Nem néztem, hogy mit csinál, ugye. Jó, meg lesz ez így. Meg kell lennie. De hova mész? Mögé! Dicsesz meg! Istenem, jó, oké, ez egy baromi bad luck volt. Jó, ez így meg lesz, srácok. Ennek így meg kell lennie. Ez így biztos, hogy meg lesz. Ez tuti fix. Ja, Maxialma, figyelj, az a helyzet, hogy nekem például ebbe a fightban bőven elegendő az is, hogy van olyan, hogy nem rám figyel. És akkor addig tudom csapkodni észveszejtő módon, úgyhogy... Hol van amúgy a csaj? Haló? Ja, jön. Oké. Nem ért be a heal. Nem ért be a heal. Menj te a francba! Menj te a francba! Édes Istenem! Na jó, oké. Ha az előbbi volt bad luck, akkor az nem tudom mi volt. Na jó, most már gyűrjük le, ne szarozzunk. Nem tudom, veletek volt amúgy ilyen már? Ebben a játékban adott esetben, hogy phase 2 és pont akkor halsz meg. Ó, bazd meg, hát de ezt nem akartam ám. Okosabbak leszünk hílelünk. Miért nincsen lokkolva? Meg kell döglenie? Nem tudok felé futni ilyenkor. Hát csókolom. Azaz. Mondtam én nektek, hogy ez így sima. Ez így a sima kategória. Gyerekek, mit vibrál ez a lámpa most már itt? Hát kezdem elveszíteni a türelmemet. Demigod fell. Egy igazi berzerker bizony. Várjatok, lehet, hogy nem tudom, hogy miért. Köszi szépen, köszi Giroz, köszi. Várjál, lehet, hogy én ezt itt lekapcsolom, és akkor így jobb lesz. Így jobb lesz, így jobban át is tudok szellemülni. Ah, Godric nagy rúnája. Oh.
Megdöglött a gané. Megdöglött. Ó, Istenem. Na ezért érdemes ezt játszani, mert ez az élmény, amit egy ilyen boss legyűrése után érzel, na az páratlan. És tudunk is egy szintet fejlődni. Na mire küldjünk? Az Endut kéne növelni. Srácok, ha az Endurance-t jobban feltolom, akkor ennél az armornál, amit most jelenleg használok, ennél is elképzelhető lesz, hogy nem medium load lesz belőle, hanem hogy alacsony. Köszi. Köszi Dark Muriel, köszi Tabarra Léli, köszi Tündi, köszi nektek. Mindjárt aktiválom a rúnát, csak ilyenkor, hogyha az Endurance-t elkezdem fölfele tolni, akkor elképzelhető, hogy gyorsabban fog ebben a páncélban dodzsolni, meg ilyesmi? Ezt mondjátok meg nekem, mert hogyha nem... De hát az Endurance-ra mondtátok... De az Endurance-ra mondtátok, hogy azt kell növelni, most a Strength-et is mondjátok. Hát... Tehát a Strength-re? A Strength-re érdemes inkább? Akkor inkább a Strength-re tegyem? De hát ez az armamenteket nyekteti. Lehetséges rá annyit tenni, de nem éri meg. Aha. Hát... igen. Staminát és equiplódot, igen. Igen, ezt tudom. Csak az a kérdés... hogy kb. Meddig kellene feltolni az Endut, hogy ez az armor, ami rohadtul tetszik, ez könnyű legyen a számomra. Értitek? Ez a kérdés. Ezt mondjátok meg. Igen, tehát akkor ilyen sok kell hozzá. Jó, hát na, köszönöm szépen. Zakika tudja. Tudja, hogy mi van. Oké. Na, megdöglött. Megdöglött. Oké, jó. Na most azért én a fejlesztők helyébe itt elrejtenék azért ezt azt a maszt. Uha. Ami természetesen azután válna elérhetővé, miután le lett győzve a genya. Mint egy hatalmas, egy pepefej, úgy néz ki. Azt mondják, hogy ez a fegyver dexes. Hát te ki vagy? De nem vagy szimpatikus? Godric was always looking down on me. Hát 30% alatt kell, hogy legyél, hogy light loadod legyen, szóval rengeteget fel kell felhúzni. Aha. Jó. Hát akkor igazából, hogy mondjam, lehet, hogy vissza is válthatnánk a másik páncélra. Az a helyzet.
Ne vihogjál, ne röhögjél! Mit van? Azt mutasd meg inkább. Hmm. Ettől érdemes venni valamit? Itt a Buckler Shield. Na, ezzel lehet izé nagyokat perizni. De nem fogom én ezt használni. Hogy vegyem meg, és akkor izé, ha esetleg akarok valami ilyesmit, akkor van nálam. Nem feltétlenül. Ezek szarok, ezek is szarok. Ez nem kell, ez nem tudom micsoda. Ilyenem már van amúgy. Bármi is legyen ez. Jó van. Nem kell tőle semmi. Tartsd meg a bocskot, te apró állat! Medlúddal teljesen jó, hát főleg, ha ilyen nagy kardos dolgot akarsz építeni. Jó, megnézem azt amúgy, hogy ha most fölveszem a sisakot, aha, akkor még mindig medlúd vagyok. Ó, nagyon jó! Na, akkor azt hiszem, hogy a kérdés meg lett válaszolva. Mi ez a böszme nagy aranytrónus? Nem tudom, hogy mi ez, de rohadt jól néz ki ez is. Nem akarok beleülni. Time for victory? Ja, hogy üljünk le rá, hát azért... Ez valószínűleg a trólusa annak a rohadéknak, mi? Valószínű. Istenem, mekkora már ez a játék. Fú! Mindig mondtam nektek, hogy általában azok a játékok tudnak valami elképesztő mód lenyűgözni, amik eleve jók, és valami olyasmit próbálhatok ki benne, amit eddig még nem. És ha belegondoltok, valamilyen szinten ez is ilyen. Mert mi ez, From játékkal? Oké, játszottam a Sekiroval, de azt most ne firtassuk. Basszus, tényleg Godric's Great Rune. Azt elfelejtettem ezért fölpakolni. Nézzük csak meg. Az hol van? Ezt is... ez micsoda? Akkor azért, Nevron, akkor azért vibrált itt a fény. Hát milyen szerencse, hogy ez megy a streamer gép, meg a stream. Nem, jó, nem. Először aktiválni kell a tornyánál. Amíg ilyenünk is van. Golden Seed. Még ilyet is tudunk, de jó. Nem mint hogyha, hogy nagyon rá lennénk szorulva. Ez is mi ez? Csomó mindenem van. És ez mit csinál itt amúgy? Vele nem lehet beszélgetni. Nem az a beszédes típus, ugye? Egy első ránézésre is. Valamilyen toronyba kellene akkor menni. Ezt meg kell javítani egy toronyban előtte, utána pedig a Grace-nél lehet berakni, utána pedig Runark itemet kell beaktiválni. Most ez így olyan rettetesen sokat nem mond nekem, de... De hol van a torony? Hát valószínűleg nem erre, nem? De azért kinézzünk már ide, hogy itt mi újság. Várjatok, ott egy rész. Az viszont nem rossz. Ja, hogy azt mondod, hogy beszél, csak többet kell várni? Oh.
Itt föl kéne jutnunk nekünk a toronyba valahogy. Ja, oda akkor ugye vissza kell menni. Azt kinézd meg azt az armort, édes Istenem. Jó, láttam már szebb armor, de attól függetlenül, főleg ezzel a hosszú, lelógó lobonccal iszonyatosan beteg, és azzal a sárkánnyal a fején, fiú, te állat, komolyan. Na, jó van. Mielőtt itt az armor hatása alá kerülök. A várat még nem is nagyon fedezted fel, de egy csomó helyen voltam már, ne viccelj. Egy oroszlán védi? Megnézzük. Nagy? Nagy állat az olyan? Vagy harapós? Félni kell. Én megnézem, hogy erre mi újság. Itt nem sok minden van. Jó, akkor vissza a várba, és fölmegyünk a toronyba, már amennyiben ugye ezt tudjuk, hogy arra merre felé kell menni. Pisti, kiszáboltad? Köszi. Tehát annyira biztos, hogy nem fogjuk felvinni. Tehát itt igazából egy olyan, én legalábbis úgy terveztem, elmondom nektek, úgy terveztem a szitut, hogy a vigor olyan 50-es környékén lesz, az endu 40-es, a strength 40, 50, és a dex megint csak mit olyan 30-40. 40. Valahogy így, nem tudom, hogy ez így kijön-e. Tehát fogalmam nincsen, de valami ilyesmire gondolok. Kard van az oroszlán lábára láncolva? Az nagyon jó, de hogy amúgy merre van ez az állat? Nem kell félni, de jobb, ha tartunk tőle? Jó. Ja, itt vannak a üzék, a köcsögök, azokkal most nem emberkedünk, mert felesleges, de hol van... Nyersen számoltál. Várjál, ez fölfele vezet, az az biztos. Hát mint hogyha itt már lettünk volna. A dex nagyobb legyen, mi alapból skálázik a fegyvered? Mi? A vigornál? A vigornál esetleg? A vigornál, vagy a... Hova kell menni? Hol lehet az az oroszlán? Imádom. Imádom, amikor ilyen hatalmas, hogy állatok halnak meg. Strength 40, dex 50. Itt tényleg? Itt ezt így csináljam. Érdekes koncepció. Na, nézzünk csak egy térképet, de villám gyorsan. Hogy kb. Hol lehet a csúnya oroszlán a nagy toronyba? Csúnya oroszlán, nagy torony. Ilyet keresünk. Ez lenne az, nem gondolom. Vagy az, az nem az. Hát onnan jövök. Ez az. Rampart Tower. Hú, Tomi, ez elég erős.
A torony a váron kívül van. Ez lenne akkor az. Visszatér el, sokan vártak? Azt tudom, merre van. Az, mintha erre lenne. Hát még a berendezést is üti. Érted, a madárral együtt. Hát ez... Oké, és hogyha ide visszaértem, akkor... Akkor merre megyek? Amúgy. Az lenne ott fönt? Vagy valamelyik ezek közül? Hosszú egyenes utat keres a mappon. Hát ez itt van. Ez egy elég hosszú és elég egyenes. Ide? Nyilván nem. Nyilván nem. Hol? Hol? Le a kapuhoz hosszú út. Hát itt van egy ilyen hosszú út. Szerintem ez lesz az. Na jó, oké, de hogy ez lesz itt a torony? Ott? Köszönöm szépen, Girosz. Igen, igen. Oda... És annyira tudom, hogy azért mondja, hogy mert ettől örülök meg, amikor azt mondjátok, hogy ott, mert ugye van egy kis streamkésés, és hát ugye már, tehát akkor amit, inkább úgy kérdezem, hogy amit én most ebben a pillanatban kijelölök, ide kell menni? Ja, Istenem. Jaj, te bánat. Hol van a másik jelölés? Az meg mit keres itt? Hát azért na. Azaz. Nem lehet hívni a lovacskámat. Nem tudok lovacskázni, pedig lovacskázni akarok. Kicsikét lovacskáznék. Jajaj! A kifordítom a beledet! Te! Gyászuszár! Hát... Megy a fesztiválozás. Jó, most én ezekkel nem akarok megint itt izé lefájt... Vagy le akarok itt gyakorlás jelleggel. Nem tutolsz? Nem tutolsz szépen? Fogjad be a dudádat! Fogjad befele a dudádat! Hiha. A bajok nem kicsinyek. Szurkál, érted, a tüzes lófüttyével. Nem lövöldöz? Tehát akkor nekem gyakorlatilag dexterity-re kell tolnom. Dexterity-re kell tolnom, hogy a fegyverem erős legyen, mint a veszedelem. Értem. Na most hol vagy? Azt nem értem, hogy ezek a jótét lelkek, ezek a csodálatos figurák, akik itt támasztanak ezeken a tüzes vigyókon, hogy ezek így nem veszik észre, hogy most így hősünk megérkezett, és hogy hátra kéne fordul, és valami forma gyakorlatot elő kéne adni, mert hogy le fogja őket kaszabolni mindenféle probléma nélkül. Tehát, hogy ez így nem tűnik fel nekik, hogy aló. Nem tűnik fel nekik. Itt lesz az a nagy genyó. Hát azt csak megölöm már. Ha már ugye a sikerült. Nehé! Mit csinál? Hely, de nagyon rustya csúnya vagy! Anyát se szeretett.
Nem tudom, ezeknek egyáltalán van anyja. Érdekes kérdések vetődnek fel. A stream közben ilyen dolgokkal kapcsolatban. Na most amúgy én hol vagyok, hogy arra megyek? Valamire erre kéne menni, nem? Vagy nem erre van az arra? Jaj! Ja, hogy azt hittem, hogy én csapkodok, de kiderült, hogy engem csapkodnak. Ne erre, le a kapuhoz. Mert hol vagyok? Ja. Erre van az. Hol lehet a kapu? Na. Hol van a kapu? Erre ki lehet menni? Hát a lófügy. Nem lehet kimenni. Nem! Ne gyere be ide. Jó! Ne gyere erre. Várjál, itt akkor most nem jöttem be. Nem jöttem be, de most kint vagyok. Már amennyiben kint vagyok, most hátrafele kellene fordulni, csak hogy ebbe az irányba? Lehet, hogy ebbe az irány. Ez lesz az. Jó. Mária. Asgard, igen, ez fura szokott lenni amúgy sokaknak. Na most akkor erre van. Nézzük már meg. Erre próbáljuk meg? Menjünk erre. Várjál, bökélopózok. Figyelj. Hopp! Jövök. Na, mi van? Az a baj, hogy... Jaj, te gyász! Azt az most azt... Na, az... Hello! Na jó. Jó. Ezt most gondoljuk át, de nagyon gyorsan. Ezt most nagyon gyorsan gondoljuk át, hogy ez most hogyan kellene ezt itt nekünk kivédeni? Szerintem így. Hát ez így nem lesz szám olyan hüde-hüde jó. Nem tudom, van itt Grace valahol? Jaj! Bazz! Ugye? És ott áll, érted, a kis nyílpuskájával, és azt gondolja, hogy... És látod, mennyire boldog lehet, hogy egy ilyen vakmerő gigászi harcos leterített. Pedig hát alig volt HP-m, és az ott amúgy micsoda? Kis virág. Krisztálban. Na itt kellett volna balra? Mindjárt visszajutunk oda, csak... Csak találjam meg a bejáratod. Nem itt volt, de valahol erre. Aha, jó, hát ott volt a Grace, hát majd megnézzük azt a Grace-t mindjárt. Én nem foglalkozok semmivel, nem. Nem, oda megyek, azt ott leszek. Hát ha visszatalálok oda, ugye?
Azért ne szabaduljatok el, Skywalker Lajos, legyetek oly kedvesek, azért nyugalom. Merre is volt az? Erre kellett kimenni. Úgy. Nem veszünk semmit. Köszönjük. Ó, hát én nagyon sok mindenre képes vagyok. Sok mindenre is. Hát, hogy én ezeken most így egyszerűen így átfutok. Hát csak azért is, mert... Mert na. Mert nincsen kedve még egyszer lefájtolni velük, mert... Nincsen kedve még egyszer lefájtolni velük. Ojaj. Na, hát a lehető legjobbkor, köszönöm szépen, de tényleg. Az meg, és még te is eltalálsz. Hát te gyász a testeteket, a gyász a tested. Hát... Amúgy hol a bánatban van a Grész? Az meg... De hogy a Grész? Nem, hol van a... Ott van. Jaj! Na. Most álljunk meg, de sürgősen. Gyerekek, de most komolyan, hogy belefutok a rohadt oroszlánba, hát nem akartam még. Hát nálam biztos, hogy jobban Asgard, mert én nem vagyok az a típus, aki ilyenkor úgy nagyon... Tehát akinek így megmozdul ilyenkor a pulzusa. Hát mondjuk attól független, ez rohadtul nem tetszett, hogy na jó, mindegy. Tehát azért nem akartam még belefutni a cicába. De az biztos, hogy olyat nem játszunk, hogy most, érted, végig kilódom, érted, magam megint az egész néphadseregen, és hogyha majd odaérek, érted, elfogy a mi a franc, a poti, aztán megint cseszhetem. Hát olyat nem játszunk. Úgyhogy fogom magam, aztán keresztül futok, mert most tényleg olyanom van. Nem lehetne az, hogy mész előre? Én meg addig. Jó. Meglett az oroszlán. Amúgy igen. Kedves kis cicának tűnik amúgy, és biztos vagyok benne, hogy könnyedén le fogjuk ütni, tehát hogy azzal nincsen gond, csak amikor egyszerre 20-an gyepálják a ványat kis testemet, az nem biztos, hogy a legoptimálisabb helyzet. Hello! Mondja ő. Na nesze. Ezt kapom is a magamét.
Tessék most már mindenki dögöljön meg? Hát nem, nem elmentek ti az anyátokba, de tényleg ám most már. Hú, hogy... És nem vettem fel a grészt, ugye? Asgard, ne huszogasd légy szíves az ördög fütykösén a szőrt ezekkel a hozzászólásokkal, please. Minusz 10 000 rúna, igen, ebben a pillanatban, hogy rohadjon meg. Ne, az nem úgy van. Száj mindegy pillangó, és csíp mindegy méh. A nagy tiszteletű Mohamed Ali, aki száll mindegy pillangó, és csíp mindegy méh. Ugyebár. Hát de komolyan, hát az ész megáll, és nem fogom megtenni a játéknak ezt a szívességet, hogy én itt lefájtolok mindenkivel megint. Hát a kiskutyának a fülétben, nem. Jó, az egy Theo volt Skywalker ebben a pillanatban. Az most itt lehet, hogy megnyerted. Nem akarok izé, de ezt most ne haragudj, de ezt megnyerted. Sorry. Ezt a kifejezést nem használjuk. Ezt nem használjuk felénk, jó? Ha egy mód van rám. Mi 1 millió elvesztett rúna? Hát ott azért egy kicsit úgy, hogy mondjam, ott azért hát haragudnék magamra nagyon. Cicát azt nem húztuk még be, ugye? Nem húztuk be. No. Rossz gombot nyomtam, elkezdtem izé. Kicsit furán vette ki magát ez a megmozdulás. Na és akkor elvileg azt mondjátok, hogy itt van a grész valahol. Valahol itt kell lennie a grésznek. Na de hol? Hol van a grész? Nem ám belefutunk megint a cicába. Sikító frász kapok. Hát ott van pedig. Ezt lehet, hogy meg kéne most ölni, nem?
Tessék most már! Jó, biztonsági heal. De nem látom, érted a rohadékot? Na végre valahára. De hol van az a Grace? Igen, először én is arra gondoltam, hogy először inkább a Grace, csak mondjátok már meg, hogy hol van a Grace. Azt mondtátok, itt van Barrasz. Mi van itt? Lófügy habbal. Hol van a Grace? Most mondd meg. Most azonnal mondd meg. Ez mi? Mi ez a kék izé bánat? Ja, ez a markerem, bocsánat. Ez a markerem lesz feltehetőleg. De hol van a Grace? Itt erre felé tovább? És tényleg itt van. Jaj, de jó. Hála az égnek. És tényleg itt van. Oké. Okay. Na most, ugye kérdés az az, hogy merre van a torony? Ebbe az irányba lesz? Nem tudom, elnézek erre, amúgy megsasolom, mi újság. Itt erre felé. Itt lesz valami item is. Várjál, Boldrék talizmán. Azt nézzük meg, hogy az mit tud. Ez nem az én talizmánom. Szevasz, Jazz Greg! Hello, hello. Ugye én hülye nem ültem le a Grace-nél. Igen, csak kéne a health potion. Toronynak néz ki, azt mondjátok? Hát akkor megsasoljuk. De ez is milyen impozáns. Nézzek, milyen gyönyörű szép az egész. Fú, te. Azért itt vannak olyan részek ebben a játékban, hogy így csak állnál előtte egy darabig, így leülnél, és úgy néznéd, hogy Isten, milyen gyönyörű az egész. Hát az ott bizony egy torony. Egy meglehetősen sötét torony. Oh-oh. Hí! Hát nem tudok lovagolni. Ez most közelít. De hogy az is! Ja, hogy ez nem halt meg. Hát mondom, milyen erős vagyok. Ja, hogy utána húz még egyet a cuccon. Oké. Okay. Jól érzékelem, hogy ezek a hülyék egymást ütik. Ja, hogy te fentről izé kófickodsz. Na ez mi volt? Basszus. Ja, hogy ott még egy ijászkodik. Legyen már szíves megdögleni! Jó, már nincs elő sok HP-ja. Ha te eltalálom, akkor meg aztán főleg. Jó! Aha.
Aha. Velem te nem cseszel ki. Na ne! Ja, még toppogtad a rohadék. Háromszor toppogtad. Na mi van? A mocsokláda. Olyan, mint egy szappanopera? Hát, de te jó hangzik ez, köszi szépen. Életem legnagyobb dicsérete volt. Ez micsoda? Most egy fontos kérdés. Ha én most oda átmegyek, és engem egy boss vár mondjuk, ne adj Isten. Benne van a pakliba. Ismerjük már az ilyet. Ez lesz majd ott? Mert akkor fogom magam, visszarohanok a grészig, föltápolom magam, átfutok ezen a három izé rettenetes jószágon, és egyből oda megyek. Mi legyen? Hadd kérdezzem meg. Rendesen leizadtam. A ragyos vagy. Ott most nincs boss? Hazugságon kaplak. Csak menj. Menjek. Már menjek is. Aha, nincs boss, mi? Szokott előtte Grace lenni amúgy. A bosszok előtt általában. Divine Tower of Limgrave. Istenem, mennyire durva ez a rész, komolyan. Ez az eddigi legjobb részek egyike amúgy. Ami eddig történt ebben a játékban. Most ezt is nézd meg, hogy néz ki. Iveriaft. Hát, oké. Okay. Én most ide jöttem, igen, azt most akkor mi csináljak itt? Hogy csak akkor aktiválódik ez az egész történet, hogyha lővi Árpád verseket szavalok? Vagy micsoda? Vagy mit kell itt tenni? Kell tudni a titkos fügy szót, hogy beinduljon? Az elképesztő kataklizma? Vagy mit kell csinálni itt? Mindenféle istennek van egy ilyen tornya? Ha jó van. Na most a jó. Most érzem. Most érzem, hogy jó lesz. Ha ott vár egy boss, ha itt a tetejében vár egy boss, én gyerekek, ordítani fogok. És nem a gyönyörűségtől. Ezt azért úgy szeretném előre jelezni. Hát megérkeztünk. Oh, itt a Grace. Itt a Grace. Jó van, oké, jó, csak már jártam úgy. Nem most kezdtem a streamen, és jártam már úgy, hogy megírtátok, hogy nem lesz baj, nem fog fájni, aztán... Aztán minden volt, a nemzethalál víziótól elkezdve az írtózatos kataklizmáig. Ó.
Na nézzenek oda. Hát az egy ilyen nagy-nagy böszmerúna. Nagyon jó. Ez miért jó nekem most? Nem tudom, de érzem, hogy jó. Ezt most érzem előre, hogy ez jó lesz nekem, de még egyelőre nem tudom, hogy miért. Egy ilyen várakozással teli pillanat amúgy, ami majd valamilyen elképesztő nagy horderejű szituációban fog manifestálódni. Mik ezek? Várj, ezeket meg se néztem. Várjál, Ben is Knight. Lehet, hogy ezt majd megnézzük. Tök jó amúgy. Na most hol van a cucc? Valami rúna. Az lesz az. Raises all... ez kell nekem! Azt mi van? Ja, csak Grace-nél lehet valószínűleg. Grace-nél lehet, ugye? Akkor tudod használni, ha van rúnárkod? Azt hát én meg honnan szedjek? De most komolyan. Az nekem honnan lesz? Vagy lehet, hogy van már nekem ilyen, nem? De várjál, itt van valami, nézd már. Jó. Na, haló. Igen. Na várjál csak, hogy voltunk? Aha, most megemelt mind? Nem emelt meg lófüttyöt se. Szia, Candy! Hello! Mondtam, hogy jössz! Mondtam a srácoknak a stream elején, hogy jössz. Na, mit csinálunk? Hogy mit csinálunk itt? Hát ez az. Mondtam, én mondtam, srácok. Én mondtam, hogy átváltok erre a kategóriára, Candy megjelenik. Most kell a rúnárk? Kettő golden seeds kellene hozzá, úgyhogy csak egy van, az a baj. Inventoryból egy rúnárkot? Jó. Van olyanom? Biztos van. Hol kell azt nézni? Hogy néz az ki? Milyen színű? Milyen színű az? Rainbow Stone, nézé, kiskutya füle, minden van itt. Biztos nem itt. Ezek között nem lehet. Tudja, hogy itt lesz. Nem. Van, de én nem használnám el. De miért? Akkor emeli meg a statokat? Hát de... Most akkor mit csináljak? Hát sárga ív szimból. Az egyik azt mondja, hogy nem, a másik azt mondja, hogy igen. Hát... Meghazbukod? Ja, hát akkor jó van.
Jó. Na most akkor ez mikor, akkor kérdezem, ez mikor fogja megemelni a statjaimat? Vagy ez hogy, hogyan emeli a statokat? Sehogy? El is megyek innen akkor. Nézd meg, Candy néni, haladtam megint. Ja, nem szoktam meghalni. Hát itt a számláló is mutatja ott a jobb felső sarokban, hogy viszonylag kevés halál volt eddig. Na végre valaki leírta. Köszönöm szépen akkor. Jó, jó. Hát akkor nem csinálok semmit. Az nem az FPS számláló. Igen, volt már, aki azt hitte. De nem. De nem. Várjátok, nem lehet odaírni valamit mellé, hogy Death Counter vagy valami? Hát mindegy, úgyis tudjátok, na. Ha nem használsz runárkot, akkor nagy runák semmit se érnek. Jó. Oké, akkor most ne csináljak semmit. Jó. Merre menjek amúgy? Ez itt a kérdés. Merre kéne menni? Ezt mondjátok meg. Itt most elvégeztem mindent, amit el kell. Erre éjszaknak menjünk. Mögötte ott van az FPS számlálók, igen. Az szuper. Erre mehetünk? Most hagyjátok már az FPS-t a gyászba. Nem ez a lényeg, meg a Death Counter se lényeg, hanem az a lényeg, hogy merre megy vissza, ahol jártál, éjszaknak. Hát akkor ide megyek. Na. Ja, Candy, röhögni fogsz. Hogy hívták azt a nagy bosst? Segítőkkel? Hallod, meg lett elsőre konkrétan. Az a böszme nagy állad. Na végre lovacskázhatok. Végre lovacskázhatok. Jaj, a mapot az, ott kéne felfedezni, azaz. Ebbe az irányba. Hát én itt leugrom, az nekem nem egészséges ám. Nem tudom, Candy, mindenkit megölök. Mindenkit. Na. Hello. Szevasz, Vader, hello. Hát de most hol vagyok? Erről menjek, vagy merről menjek? Na figyeljetek, várjatok, tehát én reggel 9 óta streamelek. Reggel 9 óta streamelek, úgyhogy lehet, hogy már egy kicsikét el vagyok fáradva. Keressünk egy grészt. Keressünk egy grészt, hogy ez az így hol lehet, merre lehet? Itt van, ugye? Ez lesz az. Keressünk egy grészt. Itt most lehet, hogy mai áldásos tevékenységüket berekesztjük. Aha. Legyen így. Legyen így. Iszonyatosan imádom ezt a játékot. De tényleg, ez valami ámulatba ejtő. Ezt nyomni kell. Ezt nyomni kell, mert nyomni kell.
Körülbelül hány százalékánál lehetek szerintetek így a main story-ba, vagy nem, nem tudom, úgy kb. Másik irány lehet, hogy könnyebb? Oh, well. Majd lehet, hogy arra. Na szóval körülbelül hány százalékánál lehetek a játéknak? Ezt így hadd kérdezzem meg.